Szevasztok, úgy bizony, de halihó. Cérnára, cinegére, ugorj Bartos az egérre. Úgy bizony, de. Jó kis cimbora, veresbor, úgy bizony. Már csak ennyi lészen, de semmi gond, mert itt van a csutánpotlás. De sziszt utánpotlás, úgy bizony. És ha egy csalivér, de. Nagyba, nyugodkorában azt mondta, visszaszoktam a kannásra, de teljesen mindegy, kannás vagy süveges, ez most le volt egy kicsit csértékülve, úgyhogy haraptam is egyébként rá nagyba. De jó kis csirsai olivér, de na, nagyba, jó estét, jó napot, úgy bizony, de, dobredán, vel, jó kis fű, de, és hozzá, borra mindig legyen píz, s macska kaja. Nem kell itt nagy képüsködni, basszátok meg, úgy bizony, de? Na, sőnyeg, de nem a zabálásukról, hogy szóljon a csidejó, hanem a bölcsességekről. De. Jó kis fű. Na, a sőnyeg, a Csobronitól nagyban az interneten, a gyöngébe kedvére egyik, mondom, a Csobronit nagyban az internetben van. Az EU-e, ugyan. Az egésznek a lényege, hogy van egy, az unoka öcsém mutatta egyébként nagyba, egy olyan csillagot egyébként, de, tudom, közben nyitok jó kis macska kaját, úgy bizony. Olcsó. Mondjuk egy kurva anyját egyébként fölment az ára, mert már nem 100 forint, hanem 110. De, jó kis macska kaja. De hát, olyan a csillagok, hogy tehát gyakorlatilag egyébként a tudatlanság, tájékozatlanság, inkább a tájékozatlanság, de benne van ebben egyébként a tudatlanság is. Nagyban egyébként néztem egy csidajút az Európai Parlamentba, de. Az Európai Parlamentba lett egyébként így sorgatva. Igen. Szóval tényleg egyébként, hogy úgy bár mindenki már biztos, hogy látta, vagy tud egyébként ilyen dolgokról, Európai Parlament. Igen. És az a csényeg úgy bizony, de, hogy elmondok nagyba egy történetet. Gyorsan egyébként, szörvesem ide tartozik. Jó, ja, meg csalám. Csalám. Már ekkora már csalám, de. Hogy. Engemet ebbe a rohadt szarfaszú városba bazd meg, de. Nem engednek be több kocsmába sem. Nyitok jó kis bort. Évek óta egyébként van egy kocsma, és hiába egyébként a gyerekek a jómutkorjában is fölajánlották nagyba, úgy bizony, de varangyos béka tekintetű, varangyos béka, csábrázatú Nagy Bartos, úgy bizony, hogy füzetik a fröccsöt, stb. Nem. Évekkel csezelőtt ott azon a helyen, az a jó, bizony. Beleharaptam, nem is ettem meg az egészet, csak így elkezdtem ropogtatni egy üvegpoharat. Meg valószínűleg csészeg is voltam, de és az a lényeg egyébként nem engednek bazd meg be. És fölírtam, hogy ez gyakorlatilag egyébként hülye, tehát saját maguk ellen cselekszenek, de ezt itt cselekedek. Mert ugyanis én tehát gyakorlatilag fogyasztó vagyok, tehát a fogyasztó védelemnek fogok is egyébként ez ügybe írni, hogy, hogy létezik egyébként ez, bazd meg, de hogy nem szolgálnak ki engemet, bazd meg. Tehát ez most mi a faszom? Tehát ez csompromitáció.
És az az egésznek, hogy de, és na, ez egy Európa, tehát hogy nem engednek be, de ez több bölvárosi szarházi kocsmába is egyébként. Így van, érdekes módon dinnyésen nem így benne, mert hogy munkás ruhába megyek be, lehet, hogy az is gond ezeknek a szarháziaknak, bazd meg. Miközben ő dinnyésen nem így mentem be, mert ez majdnem olyan, mint egy öltöny, munkás kabát, de hát meg egyébként koszossal, retkesen, nem is voltam gondozott, nem is borotválkoztam, ilyen szakál, ekkora haj, mit tudom én, mocskosan, büdösen, érdekes, ott kiszolgáltak. Hát mondjuk a legutolsó időben már volt egy hülye pultos cső, aki nem szolgál ki. De nem ez a lényeg, cseh európai parlament. Bazd meg egyébként egy szakadtingbe, egy csávó, nagyban neki állja egyébként, a csorbánt egyébként osztani, és én nem vagyok egyébként csideszes, én bartosista vagyok egyébként, ezt fő kell hívni egyébként a figyelmet, dává. De viszont egy befőttes gumival volt összefogva a csávónak, a csókának a hajába, de, és valami elnök, tehát valamilyen nem tudom, milyen csehnek, hát meg kell nézni egyébként a csvideg, tehát valamilyen befőttes derékigérő haja, igen, szakállab az meg, és valami agyon mosott ingbe, azt mondja a csorbánnak, hogy hát, hogy hány ingere van tüle, azt mondja. Már a csávó mondta az Orbánnak. Meg ez a Junsker is. Ez a Junsker. Ez a spanyolországi elnök, bazd meg, de nem tudja egyébként azt, de hogy nagyban, hogy mit tudom én. Nem igaz egyébként, hogy nem tudja. Azt mondja, hogy lekomcsiszták az Orbán, bazd meg, de mondom egyébként, közben az Orbán meg nagy egyébként visszafele, ezzel de hogy önök pedig ott voltak Karl Marx-nak a szobrának a megkoszorúzásán. Tehát gyakorlatilag ezek ennyire tájékozatlanok, hogy nem tudják egyébként, hogy Karl Marx, amikinek nékem egyébként bévallom, apámnak, nagyapámnak, meg nekem is nagy példaképe, nagyba, de ők írták, nagyba Engels Ferenc, tehát Fritz, németül, és Lenin írták a nagy kommunista kiáltány. Mondom egyébként, de nekem nagy példaképpen amúgy. De ezek nem tudják, tehát úgy gondolják egyébként, hogy a Marx az kapitalista volt. És akkor nagyba, tehát annyira tájékozatlanok, hogy az valami eszméletlen, bazd meg, és akkor ezek egyébként föl is írtam egyébként, ezek a világurai, ne szóval. Ezek a világurai, és nem tudják ezt, tehát nem tudja a Junsker, a spanyolországi nagy elnök, nem tudja, hogy Karl Marx nagy kommunizmusnak a fő atya volt. Akkor mit csomonistázik? Tehát nem értem. De, ne szóval. Tehát az az egésznek a lényege, hogy csak ennyit akartam egyébként mondani, hogy hát azt hiszem, hogy mindenki vala érti, ha aki meg nem érti, az ne is értse. De most pedig gyújtok jó kis cigrát. Na ennyit akartam egyelőre.